Június végén nyitotta meg Budapesti Innovációs Élményközpontját, a Bosch Rexroad. A Cube élménytérben interaktív alkalmazásokkal mutatják be, mire képes a 21. századi gyártástechnológia, miként növelik a hatékonyságot és segítik a fenntarthatóságot az egymással kommunikáló, hálózatba kapcsolt modern eszközök. Ugye itt vagyunk a Bosch Budapest Innovációs Campusnak a közepén, és azért valósítottuk meg itt ezt az élményteret, hogy bemutassuk a partnereinknek a legújabb ipar 4.0-ás megoldásokat. Ennek az a célja, hogy azokat a technológiákat mutassuk meg nekik, amivel ők sikeresebbek, hatékonyabbak tudnak lenni és eredményesebbek tudnak lenni a gyártásban. És az is nagyon-nagyon fontos, hogy amikor innovációról beszélünk, akkor ez nem csak a cég falai között értelmezhető, hanem tágabb értelemben egy ökoszisztémáról beszélgetünk, aminek részese az egyetemi akadémiai szektor, a kis-közepes vállalkozások, vagy épp a startup cégek, és a kormányzatnak a szereplői. Hiszen azt gondoljuk, hogy együtt közösen sokkal sikeresebbé tudunk válni, mint hogyha valaki külön-külön a saját stratégiáját próbálja megvalósítani. A gazdaság összes szereplője ugyanazokkal a kihívásokkal küzd, hatékonyabban, olcsóbban, gazdaságosabban szeretné gyártani. És mi olyan példákat mutatunk itt be, hogy mindezt a való életben hogy lehet megvalósítani az iparban. És kifejezetten figyeltünk arra, hogy olyan eszközöket mutassunk be, vagy olyan eszközöket is mutassunk be, amely meglévő berendezéseknek a felokosításával éri el ezt a célt. De azokon az eszközöken és a berendezéseken, amelyek a legalkalmasabbak ezeknek a technológiáknak a befogadására, ott akár 20-30%-os nagyságrendű energiamegtakarítást, vagy gazdaságossági mutatókban való megjelenést lehet kimutatni. Ez a technológia távolról sem csak a nagy vállalkozások, vagy a nagy tőkével bíró vállalkozásoknak játszótere, hanem alkalmas akár egy kis vállalkozásnak is, főképpen a számára kulcs berendezéseknek a hatékonyabb váltételére is relatíve kevés befektetése. Tehát a legfontosabb üzenetem az, hogy tegyék meg ezt az első lépést, és éljenek együtt a digitalizáció lehetőségeivel. Ez egy kávéfőző berendezés, és azért került ide, hogy megmutassuk, hogy az ipar 4.0 nem csak új gyártósorok, nagy beruházások sajátja, hanem már meglévő, akár régebbi analóg berendezéseket is fel tudunk okosítani. Egy egyszerű szenzorkészlettel elkezdhető ez az út az ipar 4.0 felé, és ez történt itt is, egy úgynevezett Connectivity Kit nevű berendezéssel, ami egy egyszerű szenzorkészlet, tartozik hozzá egy adatmegjelenítő felület, aminek segítségével tudjuk a berendezés adatait figyelni, jelen esetben egy kávéfőzőjét, és ezekkel az adatokkal aztán mindenféle optimalizálásokat, javításokat tudunk eszközölni, például energiamegtakarítás válik lehetővé, amivel ugye pénzt is takarítunk meg, illetve ha látjuk, hogy valamilyen paraméterek változnak, például lassul a berendezés, vagy jobban melegszik, mint szokott, akkor abból sejthetjük, hogy valamilyen probléma van, valamilyen meghibásodás várható, akkor ezt még azelőtt ki tudjuk küszöbölni, hogy a meghibásodás maga bekövetkezne, tehát nem fog leállni a gépünk, ami az iparban egy nagyon fontos szempont, hiszen ha áll a gép, az egy nagyon drága dolog. Ez a mellettünk látható eszköz egy ipar 4.0-ás miniatűrgyár, ami egy kockát gyárt, egy kocka előállítását végzi. Ennek segítségével be tudjuk mutatni az ipar 4.0 előnyeit egy teljes gyártósoron keresztül. A Cube-ra azt szoktuk mondani, hogy ez nem csak egy bemutató terem, hanem egy élményközpont, egy innovációs tér, amiben az a célunk, hogy közös gondolkodásba kezdjünk az ide látogatókkal. Az, hogy itt vannak ezek a bemutató eszközök, ezek alapot szolgáltatnak arra, hogy jobban megértsük, hogy hogyan működnek az ipar 4.0-ás megoldások, és elkezdjünk arról beszélgetni, hogy egy adott gyártókörnyezetben, vagy egy adott cégnél mi lenne ebből hasznos, vagy hogyan tudjuk ezt az ő igényeikre szabni. Mi foglalkozunk komponens értékesítéssel, tehát egy-egy terméket is haza lehet vinni, hogy úgy mondjam, de foglalkozunk kulcsra kész megoldásokkal is, amikor a vevő érkezik hozzánk egy problémával, és mi arra egy gyártócellát vagy egy gyártósort, tehát egy megoldást kínálunk, amihez nagyon fontos, hogy megértsük azt a problémát, és ennek segítését, ennek ösztönzését szeretnénk itt a Cube-ban megtenni.